A festészet napját a sárospataki kortárs alkotók egy nem mindennapi akció festéssel ünnepelték, melyre vendégek is érkeztek. Zemlényi Attila, a szobakiadó vezetője néhány gondolatot fogalmazott meg a jeles nap kapcsán. A művészet tulajdonképpen egy lényegű, tehát hogyha nem is egy ilyen platonista módon, de hogyha az ideák világában gondolkodunk, akkor nagyjából amit minden művészet legyen az literatúra, legyen zene, legyen piktúra, táncművészet, tehát valahol ugyanabból a egy lényegűségből táplálkozik. Tehát az a művész ember, az alkotó ember, az bármilyen módon fejezi ki magát, tehát ugye pont a Felugosi László kapcsán, aki többek közt ennek a mai napnak is hát szerves résztvevője, aki szinte bármihez nyúl, ez művészetként jelenik meg, legyen az performance, legyen az zene, legyen az irodalom, ugye itt íróként és publikus emberként is jeleskedett már. Tehát úgy gondolom, hogy figyelnünk kell egymásra, hisz ugyanolyanok vagyunk, ugyanabból táplálkozunk, csak más módon merítkezünk meg dolgokban, és más eszközökkel fejezzük ki azokat az érzéseket, azokat a reflexiókat, amire gondolunk. A programsorozat kiemelkedő eseménye volt Fazekas Balogh István festőművész kamara kiállításának megnyitása az Artért Galériában. Nem vagyok egy rövid távfutó, nem vagyok egy sprinter, szeretek a dolgokon csámcsogni, érlelni, és hát így ahogy most mondod, lehetséges tényleg, hogy egy ilyen is van benne, hogy egy picit a tökéletességre esetleg jobban törekszek, mint mások, és hogy igen, sok idő kell nekem ahhoz, hogy munkáim létrejöjjenek. Hát ritka kivételtől eltekintve, mert olyan is van, amikor kipottyan és kész, de általában sok időt töltök vele. Ezek a térdeli munkák, ezek teljesen absztrakt munkák, és azért érdekes ezek most a 21. század első 10 évének a végén, amikor már visszaemlékszünk az absztrakt születésének, a 20. századi művészetben való idejére és azokra a dolgokra, amit annak idején Kazimír Malevics a szuprematista kiáltványban leírt. Tehát neo absztrakt művészet születéséről beszélünk, és ebben a viszonylatban én Fazekas Balogh Istvánt úgy érzem, hogy teljesen jogosan lehet ide sorolni.